Soros emberei újra szint vallottak az Európai Parlamentben. A brüsszeli migrációs biztos és az Európai Parlamenti Képviselők bevándorláspárti kórusa az Európai Parlament tegnapi keddi ülésén újra arról prédikált, hogy be kell telepíteni a migránsokat. Dimitris Avramopoulos, az Európai Bizottság migrációs biztosa megint elmondta, hogy a bizottság szerint a betelepítések megszervezésére fenntartható, kiszámítható szolidaritási mechanizmusokra van szükség. Magyarul megint a kvótát erőlteti. A gyurcsánypárti Niedermüller Péter ugyancsak a migránsok szétosztását és a tagállamok nagyobb pénzügyi hozzájárulását sürgette a migráció menedzseléséhez. Megint teljesen egyértelművé vált, hogy a brüsszeli bizottság és az Európai Parlament bevándorláspárti többsége a Soros terv mentén halad. Nem hiába találkozott Soros György a bizottság vezetőivel az utóbbi időben legalább 20 alkalommal. Soros György diktálja a brüsszeli migrációs politikát. Ő mozgatja a szálakat a mostani bevándorláspárti bizottságban, az Európai Parlamentben és a magyar ellenzéknél is. Ha rajtuk múlik, akkor bevándorló kontinenst csinálnak rövid idő alatt Európából. Ez az európai parlamenti választás tétje.